viszi a kis táskáját, az autós táskát a faterom, viszi a kis ridiküljét. A királynő, nem tudom abban mi lehet, királyi műpénisz őrnagyi rangba, vagy nem tudom. Nézi, nagyanyám, majdnem olyan szép, mint a Brezsnyev temetése. Csak annak jobban örültünk valami. Szóval megnősültem, ez a lényeg, vannak ennek előnye is a házasságnak. Ez csak hatásszünet, nem azért. Például nem kellett mennem idén már síjelni, a tavalyi szezonban még el kellett mennem, az volt az első síjelésem, 3 napot voltam, elég is volt, mert én nem szeretem az extrém sportokat, számomra a létezés maga egy extrém sport, ide születünk Kelet-Európába, ahol nem érdemes kihozanodni, mondta Bohmik Rabal, úgyhogy nem érdekelnek az extrém sportok. Mondták, hogy kell bérelni sítanárnőt, nem kell nekem sítanárnő, vágtam én már disznót tükörjégen. Eserel bonyolultam, meg ekkora kis gráci óvodások úgy jönnek, mennek, szalomoznak az ember lába között, mint egy pedofil püspök. Nem akarok általánosítani. Egy-két püspök itt Németországban, Írországban félreértett egy mondatot az evangéliumból. Engedjétek hozzám a gyermeketet. De ne ennyire! Szóval szalomoznak a kis köcsögök, és mondtam, nem kell nekem sítanárnő, mindenki röhögtem, mert úgy mennek a sí cipőben, mint a John Travolta a szombatesti láz elején. Felvettem, én is úgy mentem benne, majd a sílécet helyeztem fel. Egyszerre 600 felé indult el, mint a robbantott ábrakatalóguson, a mesterembere garázsában van ez a robbantott kapálógép. És nagyon megalázó, hogy szalomoznak a gráci kis gyökerek. Szól a szörnyi osztrák popzene, Mozart. Szépen, jó estét kívánok! Kislányom tegnap beverte a hisztit, azt mondja az anyjának, anya, ez nem igazság, úgy bánsz velem, mint egy muzulmán gyerekkel. Nincs még 5 éves. Hát nálunk otthon ilyeneket nem hallhatott. Én nem tudom, hogy mire gondolhatott. Hát régebben volt ilyen, persze. Kérdezte, hogy mit nézzük, migránsokat, vagy a rajzfilmet, vagy nem tudom, valamelyik mesecsatornát. De hát most már ezt se nagyon nézzük. Ellenben, hát most elénekelhetnénk a Különös Szilveszter című dalt, ugye, ami Kölnben és még 5-6 európai városba lezajlott. Hát a szilveszter estében benne van természetesen a másik nemnek a megközelítése, de a jelek szerint annak idején azért igyekeztünk őket is bevonni ebbe a dologba, ugye? Avagy ahogy mondani szokták, csak félig volt erőszak tisztelt bíróság, én benne lettem volna, csak a csaj tiltakozom. Na most, hát nem, hát az azért durva, nem? Amikor, köszönöm szépen, amikor mondja a csaj, hogy 3 új volt bennem. Hát hirtelen nem is tudom, még orba is, vagy ezt nyilatkozta valaki. Igen. Hát jó, de nem ez az érdekes. Heller Agnes coming out-olt. Azt mondta, a háború után őt is sokan zaklatták. Hát hogy milyen kavarodás lehetett ott, komolyan mondom. Én tényleg egy tiszteletben álló, köztisztelben álló idős hölgyel, ugye én nem akarok azért így ebben a formában poékodni. Zárójelbe, ugye ő azt mondja, hogy ő megérti a migránsokat. Hogy hát jó, hát tombol a tesztoszteron, nincs pénzük csajokra, de hát oké, hát egy kicsit kis fakultatív alsó mintavétel. Vagy ez, vagy az, de miért kell ellopni a mobiltelefonját is, nem? Tehát tényleg egy megszálló hadsereg viselkedik így. Hát én nem tudom, hogy Heller Ágnest annak idén kik zaklathatták. Anyukám akkor 32 éves volt, nagyon szép nő, és milyenek a nők természetesen, ugye Budán még dörögtek a koltok. Ő már a Gróf Andrássy Gyula útról elsétált a Király utcába, mert ott már kinyitott egy fodrász. Ugye hát egy nőnek mi a legfontosabb, ugye? Fater próbálta trancsírozni a fagyott lovat, Mutter meg elosott fodrászhoz, bundába, tolboába, csak mire hazaért, addigra 24 orosz katona biztosította szerelméről, hogy finoman fogalmazzak, és akkor gyorsan bunda le, kis szénnel arcod be, azt a szót, hogy bolen, hogy beteg, ugye azt mindenki megtanulta. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy persze bizonyos szempontból ez is érthető, hangsúlyozom, az oroszok is kombinálták volna ezt mobiltelefon lopással, csak akkor az még nem volt. Ők kombinálták órával, meg hát nem tudom, ami ugyebár tetszett. Na most kezdenek, ugye a történettudomány kezd hát bizonyos információkat csöpögtetni egy az eddigiekkel abszolút nem összefüggő, most jelent meg az Ungvári Krisztiánnak a könyve a megszálló magyar hadsereg Ukrajnában, és ebben azt írja, hogy a sztálingrádi csatában
Sztálingrádi csata, 43 von Paulus, háború fordulópontja. Olyannyira fordulópont volt a háborúba, kevesen tudják, hogy mi volt addig a szovjet himnusz 43-ig. Az Internacionálé, ugye, amit még Bajnai Gordon is egész ügyesen ottan el, egész ügyesen elplébekkelt. Na most Krisztián nem kevesebbet állít, kedves barátaim, mint hogy a sztálingrádi csatában a németek oldalán harcolók 40%-a szovjet állampolgár volt. Hú, hogy van ez? Hű-hű. Ebből szerintem világbotrány lesz, ugye? Tehát amit mi nem tudtunk, mert hát ezt elfelejtették velünk közölni, hogy az összes kaukázusi nép átállt, ugye első körbe. Az ukránok, a beloruszok, ugye tehát minden kis nép, ugye, aki nem volt par excellence orosz és főleg szovjetszki cselovek, ugye az első körbe mind azt gondolta, hogy majd a németek ugye felszabadítók lesznek. Hát ez nem így történt, de hát azért ez, ha ez igaz, hát ezt írja egy nagy történet. Attól még persze lehet, hogy nem igaz, de hát elgondolkodtató. Na de térjünk vissza, ugyebár a zaklatásra. Itt jön az én negyedrész székely nagyapám, dr. Kovács Jenő, magyar latin görög szakos középiskolai tanár, aki a Pázmáneumba kezdte pályafutását, ahol a Pázmány Péterről elnevezett akadémián elvileg papokat képeztek. Írd fel Pázmáneum, és akkor otthon megnézed részletesen, jó? Mert láttam az arcotokon, hogy egy, kimondtam, hogy Pázmáneum is így fellángolt. A pofikátok, olyan érdeklődést mutattatok ezért át, és aztán ő kiugrott, ezt már elmeséltem, és akkor Kolozsvárot végezte az egyetemet, elvette nagyanyámat, és hát így áttételesen a magyar kabarét, hát egy ilyen csodálatos ős tehetséggel ajándékozta meg, mint amilyen én vagyok, ugye, szerénységeltársak szerénység, de ezt tényleg csak a poén kedvéért mondtam. Na most, azért kell ezt tudni, ők a József körút 37-39-ben laktak, nagyfater volt a házparancsnok. És az oroszok ugye úgy jöttek furmányosan, hogy nem az utcán, nem a kapun csöngettek, hanem a Lichthofokon jöttek át. Ugye a házak elvileg össze voltak kötve, hát ahol nem, ott csináltak helyet. Tehát nem volt ez olyan rettenetes nagy probléma. Na, szerencsétlen nagyfater még egy-két orosz mondatot is megtanult. Egy kis ezüst parancsnoki laposba, ami hát később kiderült, hogy durva taktikai tévedés volt. Egy dugi konyakot és 4 darab trabukkó szivart. Bekészített a másik zsebébe a bőr tartóba. Hát voltak szemtanúi az esetnek, hát nagyfater így reszkető kézzel tüzet gyújtott az orosz tisztnek, hogy mégis kedvező elbírálást nyerjen, mint Románia. Ittak egy korty konyakot, és hát annyira összebarátkoztak, lehet, hogy túlhúzta a gázkart a nagyfater, hogy azt mondták, hogy estére, hát ön a házparancsnok, jelöljen ki 6 nőt. Akit ők egy kicsit megmigrálhatnak. Vagy, hát nem tudom, hogy mondja. És itt jön a székely góbiság, és ezt tekinthetjük egy kis történelmi anekdótának. Nagyfater körbe ment a házba, begyűjtött egy kis tört aranyat, és elvándorolt a Konti utcai kuplerájba, amely szemben a közszolgáltatásokkal, amelyek szintén sokáig működtek, de a lányok 24 órában. Ezt egyszer nekik meg kéne köszönni. Hogy amikor dörögtek a koltok, hullottak a bombák, már semmi nem működött. A Konti utcai nyilvános házban a hölgyek a József Attila jelszó jegyében dolgozni csak pontosan szépen. Ahogy csillag megy az égen, tették a dolgukat, és ezt köszönjük meg nekik ezúton. Kis tapsot tegyük ide. Na elég az hozzá, nem nekem ez nekik szól. Úgyhogy nagyfater elballagott a Konti utcába, kérdezte a hölgyeket, hogy vállalnának-e külső munkát. Mondták, nagyszerű, minden kurvának volt aranybérleke, ugye, mert már a pengővel nem igen szórakoztak. Mondták, hogy szép, ezt visszaadták, ez a pár gramm, ez elég lesz, drága tanár úr. Este megjelentek, egy gyönyörű estét töltöttek szovjet barátainkkal, és a hölgyek becsülete, a házban lakó hölgyek becsülete megvolt. Na most kérem szépen egy más téma. Nálunk 2 baj van. Két nagy baj van. Ha van hó, nézték Romániában, mi van? Na az hó, barátom.
Asó, ugye, nálunk a csaj már bejelentkezett. Azt mondja, akár 3 centi hód se. De prima. Na várjunk, várjunk. Akkor ez a 3 centi, ez elfüstölt. De bejósoltak mínusz 15 fokot. Meg ilyeneket, meg hogy itt már nem tudom, hogy mi lesz. És ott áll a kis csaj, ugye, mindenütt van egy kis csaj, vagy egy butyulka, vagy egy mutyulka. Ott áll butyulka, és szemmel látodnak, semmi baj nincs. Hát butyulka tiszta a járda. De majd eshet. Ugye? Tehát állandóan stresszbe tartani minket, ugye? Mikor hideg van, majd meleg lesz, mikor esik az eső, majd eláll, mikor eláll, majd esni fog. Tehát az a lényeg, hogy a média mindig egy kicsit ilyen egészségesen zaklatott állapotba, hát kánikulában már reggel lihegnek a rádió, hogy akár 38 fok, és akkor úgy átgondolod, hogy tényleg, hát régen is volt meleg, csak a mezitlábát mentünk az országúton, szedtük a lábunkat, mert égetett az aszfalt, azt jó napot kívánok, senki nem ment hővérővel a Duna partra, ugye? Még táskarádióval később talán igen, de hát elsősorban könnyűzenei műsorok céljából és sérelmére. Ja! Burkina Faso! Erotikusan hangzik. Történt ott ez a szörnyű merénylet Mali alatt. Különben Maliba, abban a szállodában laktunk, amit nem régében ottan megmerényeltek. Olyan bafőzedéket főztünk a Radisson szállodában az erkélyen gázpalackon, hogy az egész hihetetlen, és ugye én voltam az aznapi ügyeletes, femme du ménage, úgyhogy a kádba flottul mosogattam. Volt habfürdő, minden teljesen korrekten megoldottam a dolgot. Tudósítás a Burkina Fasói merényletről, honnan? Kairóból. Kérdezi, az mennyire marad? Hát 4000 kilométer. De hozzá képest mégis közelebb van a tűzhöz. Hát ha Kairóba jobban informáltak a Burkina Fasói merényletről. Más. Ja, de ilyen szóhasználat, szóval nem függ össze. Jön a fonódó villamos. És fonódik, és isteni. Azt mondja a kis csaj, megszűnik a 86-os Budapest kultikus buszjárat. Mi az, hogy kultikus buszjárat? Várjál, de ráértem, megnézem a híreket egy óra múlva. Na hát, mit találnak ki? Azt mondja, megszüntetik az emblematikus buszjáratot. Tehát a kultikus figura az a John Lennon, hát nem a 86-os busz. Hát ilyen hülyeséget, hát nem? Érted, emblematikus, hát igen. A 60-as évek Magyarországának emblematikus figurája volt Szörényi Levente, vagy ha akarják, Kádár János, whatever you want, ugye? Ez de a 86-os busz, az egy órán belül kultikus is, majd emblematikus. Na várjál, kis csaj még rá dob egy lapáttal, bucelka, én mindenki média takoty. Azt mondja, itt állunk a történelmi belvárosban. És látom, hogy lesi, hogy jön a hó. De hullára semmi. Teljes feketeség. Négerek harca az alagútban. Semmi. Egy szélpötty nincsen, ló. Semmi. Azt mondja, itt állunk a történelmi belvárosban a Ferenciek terén. Mondom, nagyon helyes, rád is fér egy imátot, mondjál el ott az atyáknál, egy kicsit belülről építkezzél, vegyél valami szépet az eklézsia üzletbe nagymamádnak, nagyon helyes, jó, hogy ott kevergész. Itt állunk a történelmi belvárosban, a Ferenciek terén, és mögöttem a Szabadsághíd. Na most lehet bakizni, hát a Markos Gyurin én is jelentettem már be úgy, hogy következik Nádas György. Tehát néha az embernél megcsúszik a kuplunk, hát ilyen van. De hogy a stúdióban ki van, azt sem mondja, hogy te mucika, láthatnánk a Szabadsághidat, ha 6 háztömböt szétlőnénk, de ami mögötted van, a speciel ugye az Erzsébet híd. De hát mindegy, ez nem számít. Na most ennek az állandó félelembe tartásnak nagy mestere volt Fábri nagyapa, Lojzi nagyapa, 1625 milliméter, néha szoktam róla mesélni. Következőt csinálta. Gyerek elkövetett valami disznóságot, teljes feszkó, azt mondtam, most már eltelt az idő, majd reggel számolunk. Hát a gyerek az szétizzadt a törpés pizsamáját, ha akkor lett volna, de nem volt, mert hálóig volt, ugye? És reszketett, hogy mi lesz reggel. Akkor az öreg elviharzott ebédnél, délután számol. Hát a gyerek az
ezt húzta 3 napig, szóval ez olyan, mint a halálos ítélet is bizonyos értelemben megváltás a bizonytalanság után, ugye? Tehát a legszarabb az az előzetes, hogy nem tudod, mennyit kapsz, mi lesz, hogy lesz. Szóval rettenetesen játszott Lojzi a lelkek orgonáján. Na most volt még egy másik apróság, hogy ő erdő- és bányamérnök volt Szászvároson, és egy hétig nem volt otthon. De kiadta a feladatot, hogy kigazolni, kavicsot elgerebjézni, nem ám akárhogy kánákat megöntözni, stb. 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 Na most hát ezek egy hétig nem csináltak semmit, szombat délelőtt tébolyult. Ügykezelésbe kezdett mindenki, és rájöttek arra, hogy nem jó, ha minden rendben van. Mert az öreg megérkezett a hosszú lovaglás után, és az ebéden kívül a legnagyobb vágya az volt, hogy a 4 fiát végig pofozza. Statisztikusan, mert valami disznóságot nyilván úgyis elkövettek, ugye? És olyan feszültség volt emiatt, hogy az hihetetlen. És akkor Pali nagybátyám, a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálói, nem érdekes. Úgyhogy fondorlatos észjárású volt az én Pali nagybátyám, és egyben óriási pszichológus, megjött az öreg, a húsvágó bárd megállt a levegőbe. Pali nagybátyám ott hagyta az udvar közepén a gerebjét. Öreg meglátta, föl a pulzus, lepofozta mind a 4 gyereket, és utána nyugodtan és harmonikusan a család leült ebédelni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Jó estét kívánok! Rájutunk a Vietnámi Balzsam című, hát joggal kultikusnak. Ami nőtt bennem az elmúlt években, az talán csak a szerénység. Joggal kultikusnak nevezhető történetre. Ami következik, voltak éppen egy történelem óra. Tehát nekem az az álláspontom, hogy valahogy a történelmet nem tudjuk befejezni. Nem tetszik, így érdeklődne, de akkor nagy baj van, mert csak erről lesz szó. Tehát azért mondom, ha valakinek előre nem mondják meg, hogy az operában énekelni fognak, akkor ott gáz van, úgyhogy akkor itt valamit tenni kéne, ugye? Volt egy drága nagybátyánk, Feri bácsi, ő a Maros utcában lakott, az unokatestvéreink pedig a Szénatéren, 44-ben jöttek az oroszok, BBC közvetítette, és telefon még primán működött. Tamás unoköcsi felhívja Feri bácsit 800 méterre a Maros utcába, hogy az oroszok már a Szénatéren vannak, mire Feri bácsi, hát akkor itt valamit tenni kéne. Ugye benne van az egész úri középosztálynak a teljes, totális, sokoldalú és enciklopédikus impotencia. De hogy a történelem mennyire nincs lezárva, hát nincs olyan nap, hogy egy bombát ne ásnának ki mondjuk valamelyik pesti nagyobb építkezésnél. És aztán itt van ez a Kádár rendszer, ugye? Amelynek névadójának már a csontjait is ellopták. Most elveszítettük az utolsó harcos Béla bácsit. De ugye még mindig nincs lezárva, hát Béla bácsi még kvázi meleg, ugye? A zsidó elfekvő kórházba halt meg, ez milyen érdekes, az egy ilyen befogadó kórház. Na elég az hozzá, hogy egy picit ezzel a kádárista múlttal, hát elég körülnézni Pesten, hát mi Békás Megyer, hát a betonba fagyott kádárizmus. Elmegyünk a közértbe, ott van az acskós tej, ami hungarikum, és csak ami drága, édes hazánkban van ilyen. Hol más? Na elég az hozzá, ezzel a kádárista múlttal egy picikét úgy teszünk, mint amikor a budiból kijövünk ilyen álszent arckifejezéssel, miután leöblítettük az anyagot, és utána olyan arcot vágunk, minthogyha odabent nem szörnyű gázok és gőzök közepette ügykezeltünk volna, hanem bokkeréni menüetteket játszottunk volna. Há. Na kérem szépen, hát én ezt az álszentséget, hogy úgy mondjam, át szeretném törni, és ha megengedik, akkor a Kádár rendszernek adnám valamifajta átvilágítását az én saját szubjektív históriámnak megfelelően, átvéve mint egy a politomókusok és történészek és egyéb szakfütyülők munkáját. Maga mikor született? 91-ben. Gratulálunk, sok érdekességet fog megtudni ezen a mai estén.
Az se baj, ha jegyzetel, ugye, mert én azt szoktam mondani, hogy igaz, hogy az interneten minden rajta van, de ha nem tudod, hogy mit pöttyents be, ugye, akkor baj van. Tehát legalább annyit kell tudni, hogy Kádár János. Jó napot kívánok, előző neve Csermanek. Csermanek János. És mit csináljunk? Ez is egy érdekes dolog. Ez szimpatikus ember volt. Nem volt antipatikus a Kádár, ugye, szemben Béla bácsival. Nem volt egy tenyérbe mászó figura. Ugye? És a másik, amit tőlem szoktak kérdezni, akiről azért köztudott, hogy annak a korszaknak sem családom, sem jó magam, nem voltunk nagyon nagy hívei. Ugye, hát én lapítottunk, ugye? Hogy tudok erről mégis ilyen szépen és érdekesen beszélni? Hát, ha tudok, apám, ha meg is, Sanyi, ne félj ezt magad, te Sany, ez. Na, elég az hozzá, hát mondom, mert ez volt a fiatalságunk. Tehát ez az isteni, és ez adja az esélyt arra, hogy a diktatúrák legyőzhetők, bármilyen fiatalt megkérdezed, élt volna a náci Németországba, élt volna a legdurvább Szovjetunióba. Hát azért a fiatal kora az mindenkinek valamilyen módon szép, ugye? Mert hát itt a tavasz dagada, kemel, ugye? Rusztikusabban itt a tavasz dagada. Ez egy lényeges dolog, ugye? És tulajdonképpen egy kamasz gyereket, hát nem is igen foglalkoztat nagyon más, de ezekről még fogunk szót ejteni. Nos, tehát az én szubjektív történelmi alapvetésem szerint a Kádár korszakot négy alapvető tényező tartotta életbe, mondhatnám, ezek voltak a Kádár korszak alap pillérei. Az egyik volt a házilagos családi házépítés, amiben nem jó kedvünkből vágtunk bele, hanem azért, mert nem volt elég lakás, ugye? Talán még akad itt valaki, aki tudja, hogy átdobunk egy 80 lapátost. Ugye? Az úgy volt, hogy a mama öntözőkannázott, 80 lapát sóder, valaki szórta rá cementet, pif, mert még betonkeverő se volt. Ugye átdobunk egy 80 lapátost. És ezek kalákába mentek, majd a NAV erre is rájön, hogy a kalákabinkát is meg kell adóztatni. De nekem volt olyan ismerősöm, aki 10 évig építette a saját házát, majd 10 évig adta vissza a munkát, tehát egy hétvégén nem volt otthon, és miután mindezeken túllendült, ott ült egy vadidegen nővel egy vakolatlan házba, és azt mondta, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, ugye? Ezt egyébként a szociológia is ismeri azóta, ugye, ez a házépítés utáni krízis. Ugye, ahogy Gödrös Fici barátom szokta mondani, a házasság egyik szépsége, hogy olyan építőipari beavatkozásokat hajtasz végre a lakáson, amelyet a házasság nélkül nem tennél. Ugye, amely a feleséged nélkül eszedbe se jutna. Miért ne cseréljük meg ezt a két? Szóval nem cseréljük, de aztán nem cseréled, ugye? Mert miért nem? Na jó. És ugye milyen rossz vélemény volt ezekről a sátortetős házakról? Hát, hogy egy analógiát mondjak, szegény Csepregi Évával egy órát kellett Szentendrén beszélni. Repült a cápa orrus Citroenen. Ezt próbált feldolgozni agyilag. Én tudom nektek a Star Wars, meg Matrix, meg de az, hogy a cáporus Citroenből kinyílik a szárny, és Fatoma elrepül, mi azt hittük, hogy meghasad a mennybolt, vagy a mozi teteje, vagy bármi. És akkor Zsűv ledobta a kalapját, a kalapon ilyen kanásztáncot rejtett, hogy Fatoma! Na, én ebből azt szűrtem le magamnak, hogy a francia nyelv leglényegesebb eleme, hogy az ember sokat és sűrűn harákolj. Úgyhogy az első órán felszólított a francia tanárnő, mire mondtam, hogy Na így egy fél órát elbeszélgettünk. És a tanárnőben az a kép alakult ki, és nem alaptalanul, hogy itt tulajdonképpen személyemben egy francia fiatalemberről van szó, aki valamilyen téves kódolás folytán Budapestre diszidált, és itt a magyar közegben ugye egy kicsit megromlott a franciasága, és ezt kívánja most ugye felfrissíteni egy kezdő francia nyelvtanfolyam keretében. Haladtunk előre a körúton, 10:30 volt, joggal éreztük úgy, hogy az iskolában már csak adminisztrációs zavarokat keltenék.
Ugye? Mert vagy be se menj, vagy maradj ott egész nap. Ugye? De délbe bemenni ilyen, az nem jó. Ugye, hogy mondjak egy analógiát, módosabb gyerekeknél volt ilyen dobozos mokka cukor. Na most, hogyha a felső sorból hiányzott egy negyed, és azt leloptad félre, akkor a nagymuter megölt. De a nagymuter mélységi látása korán sem volt olyan jó, ezért egy teljes sort kellett ellopni, és egy sorral lejjebb előállítani a háromnegyedes status quo antét. Hozzátéve, hogy az én nagyapám, Tatyi nagyapám az első világháborúban mélységi felderítő volt, és mindig elmondta nekünk, hogy a mélységi felderítéshez négy dolog kell. Egy jó távcső, egy jó térkép, egy jó iránytű, és egy fci, aki megmondja, hogy hova csába kell menni. Na ez volt a mélységi felderítés. Egyébként, hogy apai nagyapámat is ide fűzzem, az ő idejükben az intelligens cukorlopás sokkal nehezebb volt, mert akkor még süvegcukor volt. És volt egy nyughatatlan nagybátyám, Pali bácsi, a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálója. Akkor még rövid nadrágba kellett járni, és nagy hidegbe fekete harisnya, és ha az kilukadt, azt ő tussal befestette. Ma azt mondanák rá, hogy emós, nem? Tehát, hogy egy kicsit alternatív. Na most ő éjszaka rosszul aludt, és egyébként is állandóan azt hitte, hogy éhen fog halni. Ő éjszaka kiosont a konyhába, ott volt a 12 cukorsüveg. Origámi művészeket megszégyenítő leleménnyel kicsempészte ezeket a celofánból. Drótot izzított a tűzhelyen. Mindegyikből levágott egy centit, sugárral felmérte, tinta ceruzával előrajzolta. Majd visszarakta a celofánt, és lefele ott volt 12 darab látszólag érintetlen, azonos magasságú sugárcukor. Ha kicsit hosszan mondtam el, ezzel akartam illusztrálni, hogy 10:30-kor már nem kell bemenni az iskolába. Na, és akkor haladtunk tovább a körúton, és betértünk a Szófia utca és a körút sarkán ma is meglévő patikába. Gyakran jártunk oda. A patikákat a kommunizmus valamilyen hibaszázaléka folytán nem sikerült kisbaltával apró darabokra szétverni, mint mindent ebben a hazában. Megmaradt a gyönyörű bútorzat, középen American Heating folyton égő kokszkályha, kis sarokban tonettasztal három székkel, kancsóban párálló víz, metszett poharak. Na mi oda behatoltunk, és grátiszett frankó elfogyasztottunk 6-8 pohár vizet. Senki nem foglalkozott velünk, néha így a homlokunkhoz kaptunk, hogy valami bajunk lenne, de nem foglalkozott. Ha valami tanár bejött, akkor mondtuk, hogy a Tibi beteg, és kísérjük haza, és most mondták, milyen rendesek vagyunk, de nem jöttek be a tanárok, mert ez már kicsit messze volt. Tulajdonképpen kávéházi életet éltünk, ugye, ahogy a bécsi mondás tartja, mi a jó a kávéházban, az ember nincs a családja körében, és még sincs szabad levegő. Tehát ezt csináltuk mi, és néztük a körúton az embereket. Régi ilyen húzogatós pénztárgép volt, az volt ráírva, hogy National, ugye azt nem tudtuk, hogy az National, és amikor csöngetett, akkor a fiók neki ütközött a direktrisz hasának, mi még ezt is erotikusnak találtuk. Tehát ez is érdekes volt. Na most volt a patikázásnak egy másik folyamánya, hogy kicsit ott szipákoltunk. Tehát ott érdekes illatok voltak. Lehetséges, hogy ekkor kezdődött psychedelic korszak. Amit egyébként a hófehérke fokrémmel kezdtünk, amiből egy filtubussal is bedobtunk. A hófehérke fokrém az a gipsznek és az eperlekvárnak volt egy ilyen pikás elegye, ami egyébként fogtisztításra szigorúan alkalmatlan. Utána előre léptünk, és jött az úttörő dekorációs szakkör, ahol relatíve bőségbe kaptunk technokor rapidot, amiről nem tudtuk, hogy annak ilyen érdekes pupillatágító oldala is van, vagy ilyen érdekes hatásai is vannak. Tulajdonképpen ösztönös marxisták voltunk, ugye, nem tudtuk, de tettük, és akkor egy fél tubussal így benyomtunk, és attól már olyan elég vidám hangulatban ragasztottuk a fekete fotokartonokra a szovjet híradóból kivágott Gagarin képeket. Volt egy másik vonatkozása is a Technokor Rapidnak,
hogy száraz állapotban isteni műpuckot lehetett belőle csinálni. Tehát az egyik volt a kis zseblámpakörte, az is érdekes volt, de ilyen szárazból jó étvált kívánok, ilyen műpuckot lehetett betenni, úgyhogy egyszer az egész osztály bepuckozta magát, és bejött Fóka Pétyó drága fizika tanárok, és mondta, jesszusom, kitört az influenza járvány. Ahogy tetszik mondani a drága tanár úrnak, mi fáradnánk is haza. Na most, itt a patikában végre sikerült szárba szökkentenünk régi vágyunkat, és 10 forintért vásároltunk 4, azaz 4 tégely vietnámi balzsamot. Ez csak is kizárólag annak volt köszönhető, hogy előző nap Mohikán nem volt kint a Hunyadi téren. Mohikánnal a snúr nevű szerencsejátékat kellett folytatni, amikor pénzeket kellett dobni a falhoz, aki a legközelebb volt, az rázta az elsőt, és így tovább. De Mohikán olyan volt, mint az IMF, tehát ha vesztettél, nem volt probléma, ha nyertél, akkor Mohikán közölte, hogy nyerőben nincs elmenés. Ő nem azt mondta, hogy vegyél még fel egy pici kölcsönt, és maradj infúzión, hanem megvert. Úgyhogy gyakorlatilag mi minden egyes snúrparti után ugyan sokat okosodtunk, de ruppótlanul távoztunk a hüvegétéről. Előző nap Mohikán nem volt szolgálatban, ezért közösen volt 10 forintunk, úgyhogy ebből tudtunk venni 4 tégely vietnámi balsamot. Na, ballaktunk aztán tovább, a csarnok oldalában volt egy trafik. Ott dolgozott Mazalán bácsi, első világháborús hadirokkant volt, és akkor még lehetett zacskóba szára venni cigit. És mindig így belefújt a papírzacskóba, mindig vajas zsömlét evett, ezt nem tudom, hogy a csába csinálta, pedig mentünk több napszakban. És most úgy gondoltuk, hogy a nagy eseményre való tekintettel vásárolunk egy egész doboz cigarettát, de az egész doboz cigaretta az csak a sport lehetett, mert az 240 volt. Ez ilyen feleméretű cigaretta volt, tehát gyakorlatilag ilyen csomagolt dek vagy rigó. Egyébként érzik a rendszer mély romlottságát és Jánusz arcúságát, hogy egy ilyen súlyosan egészségkárosító készítmény, mint a cigaretta, sport névvel illet. Annyi igazság volt a dologban, hogy ebből valamit kiszippantani, az valóban sport volt, de nekünk itt nem nikotin bevételre volt szükségünk, ugye sokkal inkább a gesztusoktól reméltünk valami fajta bátorságot mindahhoz, ami előttünk állt, nevezetesen a célzott lokális vérbőség. Na, az imént vázolt accessoárokkal felvérteződve, felballagtunk Dőri Tibiék Hunyadi tér 1/3. emelet 24/Béla alatti bérleményébe. A szülők nem voltak otthon, de nyomukat viselte a lakás minden szeglete. Tibi bácsi valamikor csendőr volt, akkor a keze volt, mint egy péklapát, de akkoriban a történelem forgószele, hogy nem, éppen a filatorigáti tűzéptelepre helyezte, ahol ő mint zsákoló tevékenykedett. Este hullafáradtan hazajött, és bármi történt, mind a három fiát végig pofozta. Azt mondta, nekem nincs arra időm, hogy este már vizsgáljam, hogy ti milyen disztóságot csináltatok, valamit biztos, és akkor láttam, hogy pofoz egy profit. Tehát ő nem lenged, hanem ha csak a tenyerét rá ejtette a fiaira, az már egy könnyebb magyarázkodás volt, ugye? Tehát a kezét úgy hussantotta végig, amikor a Dunaparton ugye kacsakővel próbálunk pirinckázni, így trrrr, mint a gépfegyvert, és ami ott voltunk, kaptunk mi is. És mondtuk, hogy Tibi bácsi üsse a sajátjait, neked se árt, neked se árt! Borzalmas volt. Na most Tibi bácsi... És a másik dolog, amit Sanyival azóta is mondogatunk, mintegy megelőzve korunkat, hogy a feladat az volna, hogy az embereket a harmadik világban ott támogatni, ott segíteni, ott könnyíteni az életüket, artézikúttal, kórházakkal, és a többi, és a többi. Természetesen mindenben, amit az Afrikai Magyar Egyesület tenni tud, hát ez csak egy pici kis cseppecske. Hát a jéghegy csúcsa tulajdonképpen Afrikához képest, de ugyanakkor hihetetlen energia, amit Sanyék ebbe fektetnek. Hihetetlen energiát fektetnek be, de természetesen nem áll szentség azt elmondani, hogy ez egy következő körben kétoldalúan előnyös üzleti kapcsolatok hogy szervezését is jelenti. Utána voltunk egy hónapos expedíción Kongóba,
amikor a Kongó folyón hajókáztunk egy két hetet, akkor Sándor is velünk volt, ez egy Tordai Emil nevű híres magyar utazó, aki csak azért nem elég híres, mert ő Belgiumban élt, és tulajdonképpen mint belga banktisztviselő került ki Afrikába, és a Tordai Emil útját jártuk be, akinek egyébként a fényképei ma a British Múzeumban vannak, és a nemzetközi Afrika kutatás őt nagyon is jelzi. Ő volt az első között, vagy talán az első, aki a helyiek nyelvét, illetve nyelveit megtanulta, tehát a néprajzi gyűjtései azok nem tolmács útján történtek, ami már ugye eleve rengeteg hibát rejt magába, félrefordítás, stb. Stb. Hát csak gondoljuk arra, hogy a Bibliában a mai napig ugye hány félrefordítás van, amelyeknek a jelentését, folyik a vita. Na most, hogyha a jelenbe nézünk, ugye, itt nyilvánvalóan különböző teóriák vannak, de mondjuk így az afrikai, idén voltunk Ugandában, ha érdekel, arról is tudunk egy picit beszélni, és hát ami egy leszűrhető tapasztalat, de ezt más oldalról is meg tudom támogatni. Ugye én a Kádár korszak gyermeke vagyok bizonyos értelemben, tehát nekem úgy az utóbbi 20 évben adatott meg, hogy egyrészt lehetett utazni, tehát hogy felfedeztem azt, hogy télen is el lehet menni a nyárba, és amire annak idején mi gondolni sem mertünk, nem panaszkodom. Én meghívóval mentem, de akkor is csak évente, persze. Ugye, és 30 napra, és a többi, és a többi, és a többi. És hát tettünk egy pár szép utat, és én gyakorlatilag mindig azt állapítottam meg, azt mondtam azért Zsuzsikámnak, hogy Zsuzsikám, mi mentünk oda? Ez nagyon fontos. Mi mentünk, mármint az angolok mentek be Kínába, ők vitték be az ópiumot, Kolumbusz előtt volt egy kínai császár, nagyobb flottája volt, mint amikor hát Európa valaha látott. Szépen elosontak Afrikába, kiszálltak, betettek egy zebrát, egy zsiráfot, és szépen hazavitték a kínai régiséggyűjteménybe, vagy ritkasággyűjteménybe, és eszükbe se jutott, hogy rabszolgákat toborozzanak, vagy szedjenek, vagy bármit. Egy apróság, ugye, hogy a kínaiak találták fel ugyan a puskapor, de soha nem lőttek vele, ők petárdáztak. Igen. Teljesen más gondolkodásmód, tehát ez gyilkolásra nekünk úgynevezett büszke európaiaknak sikerült ezt használni, és még egy kínai apróság, hogy a honfoglalás idejében Kínában újságot nyomtak, tehát nagyon célszerű lenne, hogyha Európa, ezt még annak idején Jancsó is sokszor emlegette még filmgyári időszakunkban, hogy le kéne már szállni erről a lóról, ami ráadásul, ugye, és hát milyen kereszténységről beszélünk? Hát most a diszkréten ugye szemérmesen hallgatni szoktunk arról, hogy hát bizony Szent István hát inkább vérrel, vassal és karddal terjesztette a kereszténységet, mint jó szóval és baráti rábeszéléssel, de mondhatnánk a kereszteseket, mondhatnánk az inkvizíciót, mondhatnánk a Borgia pápákat, és ráadásul Európa egy olyan lovon ül, ami már nincs. Hát akkor, amikor a világ egyharmada Nagy-Britanniához tartozott, és a világ legnagyobb gyarmatbirodalma volt. Hát akkor még esetleg lehetett valamit mondani, de ez véget ért, és Európa úgy telsz, mintha ez a ló még lenne. Miközben Európa már a Wurzliban ül egy falovon. Szóval időnként én úgy érzem, hogy Európa nem vesz tudomást arról, hogy Európa előtt volt egy olyan világ, és nem véletlen mondtad a kínaiakat, az a legjobb hasonlat, amit mondtattál. A jószerében már mindennek megvolt a csírája, az alapja, hát, sőt maga. Az egész, amikor még Európáról igazából nem is beszélhettünk. Hát hogyne? Hogy idegesítette Európát, hogy két dolog idegesítette őket utána, hogy nem tudnak sejmet csinálni és porcelán. Igen. Ebben gyakorlatilag beleőrültek. De igen, mondhatnánk az indiai kultúrát, mondhatnánk az aszték kultúrát és sok mindent, és természetesen, amit a fehér ember Észak-Amerikában rendezett.
és amikor voltunk 2005-ben Vahorn András barátommal ezen a Cadillac túrán, ugye, Alaszkába, tehát látni a mély alkoholizmusban ugye a szerencsétlen eszkimókat, eveneket, akik ülnek a kocsmába, ugye ők kapnak az amerikai állam lelkiismeret furdalásától gyötörten, kapnak egy viszonylag jó segényt, amit hát gyakorlatilag tüzes vízbe fektetnek, ugye? Tehát mit rendezett a fehérfaj Észak-Amerikában, Cortezék mit rendeztek Dél-Amerikában, mi volt a rabszolgasság, hát ugye akiket ma afroamerikaiaknak nevezünk, azoknak a felmenői nem örömükben is dalolva mentek az Egyesült Államokba, tehát most az angolok Indiába, a hollandok Indonéziában, a burháború, hát kérem szépen voltunk Kongóban, az úgynevezett belga Kongó, az a belga királynak volt a magán birtoka, ahol 1 millió szerecsent mészároltatott le. Tehát olyan mennyiségű bűn van. Egy más példával is mindjárt össze fogom kötni, hogy mikor sétáltunk Kambodzsában, tehát a harmadik világban, ha sétálsz, és van mondjuk a nyakadban egy kamera, és nem ugranak rád, és nem veszik el, pedig annak a kamerának az árából egy család él egy fél évig, mondjuk ott, akkor ez tulajdonképpen meglepő. Tehát, hogy... Bizonyos civilizációs fejlődésnek betudható? Hogy ezt miért nem teszik meg? Ráadásul olyan mennyiségű bűn terhel minket, és most szeretnék a mai helyzetre visszakötni, hogy fel kell arra készülni, hogy most egy új térfoglalás, egy új átrendeződés kezdődik, amikor a harmadik világnak elege van abból, hogy mindenünket elvigyétek, ugye Irán, mindig minden vezetés megígéri a népnek, hogy az olajjövedelem az övék lesz. Nem volt az övék a sahalat se, és nem volt az övék az ajatolla halat. Irán importálja a benzint, mert tönkretették a finomítórendszert. Holott élhetnének, mint marci hevesen. De hogy mondjak saját példákat, ugye Szibérián is átautóztunk. Van egy ez a Vahornal. Ez a Cadillac, igen, egy 2,5 tonnás, 8 méter 20 centis Cadillackel. Elindultunk a festői Magadánból, kérlek szépen, ami én azt szoktam mondani, hogy Máté Szalkáról Nyíregyházára már úgy érkezem meg, mint Párizsban. Tehát voltam a világban egy pár helyen, de hogy Máté Szalka van a legmesszebb, azt én írásban adom, tehát annál messzebb valami nincsen. Na most ugye Magadán fölött vannak a kolimai bányák, ahol rengeteg kényszermunkatábor működött, többek között magyarok is dolgoztak ott, és a mai Magadánban, amire Vahon barátom találóan mondta, hogy ez a világ valaga. Tehát képzeld el a Magadán bícset, ami olyan, mint egy tatabányai meddőhányó, fekete, egy zöld fűszál nem nő, és a vízbe, ki tudja mióta ott levő, rozsdás hajú roncsok. És egy palit láttunk, mert Magadánban 1-2 nap a nyár, tehát viszonylag gyorsan ellobban, és akkor a szénfalnál állt egy palit lodgatjába és napozott. De természetesen, ugye itt Magadánban, akik élnek, azok vagy rabtartók gyerekei, leszármazottai, vagy rabok leszármazottai, vagy a kettő kombinációja. Egyetlen egy kivételt találtunk, mert magyarok mindenütt vannak, egy komszomolistát, kérlek szépen, egy kárpátaljai magyar komszomolistát, aki ugyanúgy, ahogy annak idején elmentünk a metróba dolgozni a Keszomba, hogy több pénzt keressünk, elmentünk olajvezetéket építeni, meg Bajkál-Amur vasútvonalat, meg az anyja kínját, részben szocialista hevületből, de sokkal inkább anyagi megfontolások alapján, és ő ott ragadt, mert elvett ott egy ilyen rabtartó-rab kombinációból származó nőt. Tehát ugye George Mikessel szólva mindenki magyar, everybody is Hungarian, és nagyon sokat köszönhetünk ennek a fickónak, megnézte a gumikat, azt mondta, több ezer kilométert mentünk zúzott köves úton. Ami a hiába volt eredeti Cadillac abroncsunk, az azt mondta, hogy három nap alatt elnyírja. Ő természetesen tudta,
hogy melyik orosz terepjáróról kell levenni azt az orosz gumit, ami oldalt is erősített. Aha. Egy, alánézett a kocsinak, azt mondja, hát az egészet acéllemezzel beburkolni. Mert a kő pattan föl, nyomja és a fékcsövedet szét, hát a fékcsövedet szétszedi mindenet az ég agyat a világon, úgyhogy hát ezúton is nagy-nagy hálával tartozom, pedig nagyon felkészültünk az útra, van egy ilyen oldtimer amerikai autóklubja Magyarországon, ők összeállítottak alkatrészlistát, ezt Vahon barátunk Los Angelesben, Lossiban beszerezte, úgyhogy például a Gómi sivatagban volt velük egy technikus gyerek, kiment a vízpumpa, 20 perc alatt mentünk tovább, hopp, vízpumpa, gyerek villámgyorsan berakta, mert hát azért gondolj bele, hogy a Oroszország közepén egy 1982-es Cadillachez honnan a fenéből találsz vízpumpát. Na most, de egy picit komolyabbra fordítva a szót, ugye jártunk például Jakut földön, és akkor általában úgy volt, hogy minden kultúrkörben volt egy helyi, pontosabban egy magyar, tehát itt például egy jakut nyelvet tanuló néprajzos fiú, akkor voltunk a Tuváknál, lejjebb ott egy másik néprajzos barátunk kísért minket, és ez a jakut szakértő mondta, hogy voltak éppen Oroszország az egyetlen ma létező gyarmatbirodalom. Csak a világ erről nem vesz tudomást. Hát ezek különböző nyelvek, ezek különböző nemzetek. Ugye a jakutokra nevezetesen azért van szükség az irgalmatlan gyémánt miatt, ugye? Hát ott sajnos nem jutottunk el, Jakutsktól 500 kilométerre van egy olyan gyémántbánya, ahova nagy kamazok ilyen spirálba mennek le. Tehát úgy néz ki, mint a Dante poklába, ugye? És le tudsz menni ilyen iszonyatos billencs teherautókon. És amikor elmentünk az ottani Petőintézetbe, ahol Magyarországon tanult francia topmodelleket négyszer a bugyiukba dugó. Két olyan szépség, és 40-szer törli meg a kisgyerek nyálát. Miközben mi levegőt nem kaptunk attól a szépségtől, amit ő képviselt, egész jól tudott magyarul, és hát csinálta ezt a mozgássérült gyerekeknek ugye a rehabilitációját, vagy ilyesmi. Na most Szibériában azt mondják, hogy a föld alatt ott van az egész Mengeleje féle periódusos rendszer. Tehát bárhol tudsz acélt csinálni, ugye hát nálunk azért volt humoros Dunapentele, mert semmi sem volt, ugye, de gondoltuk, hogy majd leszünk a vas és az acél országa. Na most Oroszországban, ha te leszúrod a csákányt, akkor van szened, van vasérced, és van hozzá molibdén, nikkel, wolfram és egyéb nyalogsági nyalásságok. Könnyű volt a Mengelejevnek egyébként. Könnyű volt a Mengelejevnek, hazai terepen dolgozott, és vannak ilyen durva számok, amivel jelzik egy egységnyi területnek az értékét. Most a számok azok nem lesznek pontosak, amit mondok, de az arányok igen. Tehát ez az adat, hogy a ásványkincseket figyelembe véve egy hektárnyi föld mennyit ér, ez Amerikában 1500 dollár, Európában ilyen 1000 valami, és Szibériában 2500. És mégis ez a világnak az egyik legszegényebb része. És ezt abban az értelemben kötöm át a migrációhoz, hogy itt van egy csomó elvarratlanság, és az, hogy amit mi, ugye ismeretes az a környezetvédelmi szlogen, ha minden kínai háztartásban lenne hűtőszekrény, akkor a világ nem bírná. Szétomlana a világ energiarendszere. Tehát az, hogy az általunk civilizáltnak nevezett, ahol a rendőrök mondjuk azért csak megszopatják Zsanettet, Európa kellős közepén, csak hogy rakjak bele ilyen kellemetlenebb ügyeket is. Tehát ennek a nyugatinak nevezett civilizációnak a jóléte, ami mondjuk a világ egyharmada, az arra épül, hogy a másik kétharmaddal ki van tolva. És ez nem most kezdődött, ugye? Ez 15 éve megy legalább, hogy hol 20 bangladesit találtak a furgonban, hol 12-t, aminek egyrészt emberileg teljesen érthető, mert ő is szeretne jobban élni, ugye? Voltunk Aldunai vizitúrán, és a cigány gyerek már így futott a sátorral, és mondtam, én teljesen megértem, ő is szeretne sátrat, hát nem rossz fejű. Ezt az egész népvándorlást, ezt a modernkori népvándorlást, ezt úgy tudom hasonlítani, egy valami ezt tudom hasonlítani, amikor
egy picikét csöpögő csap alá oda tesz egy korsót, ami ugye fél liter, igen, és azt mondja, ez a büdös életben nem fog megtelni, a büdös életben. Igen. Aztán megtelt. És ez így van ez a modern kor népvándorlása, és megtelt a korsó, tehát elindulnak az emberek valahová. Csak itt az a kérdés, hogy ennek mi lehet a vége? Szóval, mint a régi alapvízben, hogy Európa helyet cserél Kínával, Ázsia helyet cserél Angliával, hát, szóval mi hát fog történni? Most, hogyha arra gondolsz, hogy az Egyesült Államokat Kína finanszírozza, hát ez milyen dolog? Hát elég itt vicces. Nincsenek ideológiai problémák? Hát hogy, hát hogy a fenében van? Hogy nem tudom már a pontos számokat, de iszonyatosak. Tehát, hogy nem tudom a... A háború után Nigériában voltak 35 millióan, most 70 millióan, és 10 év múlva lesznek 180 millióan, akkor, amikor Európa 500 alá megy. Uh-huh. Úgyhogy, de természetesen azt mondják, hogy munkanélkülisé, hogy kell a munkaerő. Ugye ebben az istenverte kapitalizmusban egyet nem lehet mondani, hogy lehet lassabban is csinálni. Igen. Hát nem kell 20 féle autó, hát kevesebben vagyunk, elég 15 féle autó, tehát, hogy a létszámhoz le kéne egy kicsit pörögni. Tehát nem kell, szóval nem kell a gazdaságot ugyebár ilyen mértékben felfuttatni. Elmesélek egy történetet. Bécsben megyek taxival, vagy megyünk taxival, csak hogy a sznobok idegeskedjenek az operába, és török taxis van. Természetesen beszélgetünk, ugye én törökökkel inkább németül tudok beszélni, miután török tudásom szolid, annál jobb az ő magyar tudásuk az isztambuli bazárban, és ez is milyen érdekes dolog. Egyébként mi vagyok az egyetlenek, akik Szolimán szultának szobrot állítottak, ugye Mohács környékén, és természetesen ezt a 150 évet a törökök egy nagy barátságként élik meg. Így van. Akik behozták nekünk, ha más nem a Rudasfürdőt, ugye ez önmagában egy pazar találmány, egyébként zárójelben történészek mondják, hogy a törökök számos területen kevesebb adót szedtek, mint a magyar nagyságos urak. Szabad ne felejtsd be, most elmegyünk, és akkor nem tudom visszarakni a történet. De összehozok én mindent, ezen körül vagyunk. Az én történetem kikötőben lent Törökországban, tengerparton, éjszaka bezárt már a vendéglő, egyetlen egy felszolgáló, egy török természetesen, és megkérdezzük, hogy nem baj, hogy még maradunk, és miről beszélnek? Mi 150 évig voltunk, addig maradnak, ameddig akarnak. Igen, tehát ő erre emlékezett, így van. És visszatérve a bécsi török taxisra, kérdezem, hogy mióta van itt, azt mondja 30 éve, kérdezem, van-e családja, vannak-e gyerekek, aztán nincs. Na most ugye ez a keresztény kultúrkörben is egy szomorúság, ha valakinek nincs gyereke, de a muzulmán kultúrkörben az meg a szomorúság. És kérdezem, hogy miért nem? Azt mondja, azért, mert én itthon is idegen vagyok, és az is maradok, de 30 év után, ha hazamegyek Törökországba, ott is idegen vagyok, és nem akarok olyan gyerekeket fölnevelni, akik ebbe az gyökértelességbe nőnek bele, most ez egy képzavar, és kész. Tehát amit ennek kapcsán még talán érdemes volna hozzáfűzni, hogy ez a fajta migráció azoknak sem jó, akik élnek Brüsszel, London, Párizs negyedeiben, ugye hát azért... Ugyanolyan hontalanok tulajdonképpen. Ugyanolyan hontalanok, és nekik sem jó, hát nekik sem jó. Tehát azt kell mondani, hogy igen, rövid időre menedék, amíg a háború véget nem ér, és utána sútyanás vissza. De vissza akarnak menni, nekem meggyőződésem, a jelentős része vissza hát akar menni. Hát ezen a részén ezt nem tudjuk, tudod? Hát ez egy érzés. Én csak arról tudok beszélni, hogy nekem ugye a bátyám is, és hát családom egy jelentős része, ahogy mondani szoktam, több hullámban nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokat választott lakóhelyéül. Bajba is voltunk, mikor Mongóliába kellett meghívó levelet, mert valahogy senki nem ment a családból Mongóliába, mindenki inkább az Egyesült Államokba. Ezt én nem értem egyébként. Hogy ez hogy a fenébe van? Szerintem a földrajzot nem ismerték kellően. Egyáltalán nem tudjuk, de azt én nyugodt lélekkel mondhatom, hogyha a Kádárék ezt ügyesebben csinálják, akkor ennek a 200 ezer embernek is egy jelentős része visszajött volna. Csak idő, kifutottak az időből, nem tartották be a szavukat. Mást mondok, ugye ott már egzisztenciát csináltál, ott vannak a gyerekeid, és aztán néhányan hazajöttek és kalandvágyból megpróbáltak Magyarországon élni, és két év múlva összecsapták a kezüket, és azt mondták, hogy ehhez én már öreg vagyok.
hogy nem hívnak vissza, hogy mindenki tartja a markát, hogy mindenki le akar venni, hogy rossz munkát végez. Tudok olyanról, aki a nyírségbe házat épített, már abba belebolondult, és 5 év után azt mondta, hogy na szevasztok, tehát nekem erre öreg napjaimra nincs szükségem, szeretném én szeretni a hazámat, ha hagyná, de nem hagyja. És szépen visszavándoroltak. Csak ezt arra kötöttem rá, hogy a migránsok egy része hazamenne, vagy nem menne. De egy mondat is, aztán tied a kérdés lehetősége, joga és feladata, mi a fenét akartam mondani. Igen, hogy nekünk készen kell arra lennünk, hogy Európa végleg elveszíti a fontosságát, és miért ne veszíteni el? Hát mi történt, most ezek középiskolás közhelyek, de hát mi történt a Római Birodalommal? Persze. Ahol azért a 3. században Akrikumban padlófűtés volt, miközben Európában a várfalon szartak ki. Igen. A Versailles kastélyban, nevezetesen a szobasarkában, és a szűk középkori utcákban meg úgy lötyintették ki az éjjelegét, mint a hétszentség. Miközben itt volt Kaldárium és... majdnem azt mondtam, hogy Pessarium, de hogy ez csak viccesebb legyen. Tehát volt Frigidárium és volt Kaldárium, ugye hideg és melegfürdő és minden egyéb. Nyilvánvalóan India feltörekvőben van, Kína. Kína leginkább, szóval Kína az most nagyon-nagyon erős. És az is most annélkül, hogy én itt ilyen politológiai tollakkal ékeskednék, de nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok is érzi. Hát ugye az